A nosztalgia utazáshoz egy-két nosztalgia felvétel is dukál. Ezek segítségével igyekszünk bemutatni önöknek a déli vasutat. A Császári és Királyi Szabadalmas Déli Vaspálya Társaság 1858-ban kapott engedélyt magyarországi vonalak építésére. 1860. április 24-én nyitották meg a Nagykanizsa, Burakeresztúr, Csáktornya országhatár közötti első 67 kilométeres vonalat. Ezt megyünk most ünnepelni. Egy évvel később, 1861. április 1-én adták át a Budakanizsa vonalat, amelyen épp haladunk. Ez a vasútvonal alakította ki a Balaton déli partvonalát. A vaspályát ugyanis a tó egyik túrzására építették, elvágva ezáltal a déli part öbleit, berkeit. Az alépítmény biztonsága érdekében a Balaton vízszintjét jó egy méterrel csökkentették. A déli part eredeti állomás épületeiből nem sok maradt meg. A két világháború között a legtöbbet átépítették, üdülőhelyekhez méltóbb formát kaptak. A Balaton-Szentgyörgyi állomás eredeti szépségében pompázik 1861 óta. A déli vasút hasonlóan a többi vasútvállalathoz tipizálta épületeit. Az egyszerű, dísztelen, középen timpanonnal ellátott házak jellegzetességei voltak a társaságnak. Folytatjuk a témát, vendégeink Vein Tibor, a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület titkára, és velünk van a kedves felesége, Fekete Csilla, és kezi csókolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sok jó minden... napot! Igen, jó napot! Hát ja. Valamilyen napszakban vagyunk, de ez most talán nem is fontos. Sok mindent hallottunk a bejátszásban, majd erre is kitérünk, de ami a legjobban érdekelne engem, hogy ez a fütyvadász történet, amit, ha jól tudom, ön rendezett, és ön pedig a fütyvadász. Ezt hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni. Mert ez egy film is. Igen. A film hátterében én állok oly módon, hogy én kb. Negyed század elkezdtem a vasutak hangját, a vonatok hangját gyűjteni, ami arról szól, hogy próbálom a vasutat hangban hangban ábrázolni a vasutat, mert ugye próbálják sokan ábrázolni, vannak vasútfotósok, vasútvideósok, modellezők, virtuális vasutazók, kéregjegygyűjtők, stb. A hang az egy különleges terület, mert kicsit nehéz a hangot feldolgozni. Tehát nehéz zavarmentes körülmények között. Autóban néha infarktus közeli állapot a feldolgozás. Így van, hangot rögzíteni. És ennek a titka itt, hogy ezt a helyszínen hogy lehet, mert ugye a vonat kétszer nem megy el az ember kedvéért, tehát hogy lehet ezt úgy rögzíteni egy adott jelenetet, hogy utána abból később egy kidolgozott hangszobor legyen elkészíthető, aminek van tartalma, eleje, vége, és minden mellett élményt adjon, dokumentumi jellege legyen, és nagyon fontos az, hogy nem csak elkészíteni, tehát kidolgozni kell tudni, hanem lehallgatni, tehát bizonyos követelmény azzal szemben is van, aki ezt profi módon akarja lehallgatni, mert úgy lehet ezt igazán, úgy tud térélményt nyújtani. És hogyha jól tudom, akkor Csilla az egyetlen olyan hölgy Magyarországon, aki vasúti témában filmet rendez, készít. Mi vesz rá egy ilyen gyönyörű, csinos hölgyet arra, hogy vonat füttyöket hát rendezzen. A férje mindenképpen, azt hiszem. Köszönöm szépen, úgy szoktuk mondani, én vagyok a fütyvadászné, ő a fütyvadászén, a fütyvadászné. A családban ő a vasútbarát, én viszont a vasútbarát barát. Tehát azért annyira nem nevelt meg, hogy én is vasútbarát legyek, de minden esetre, hogy mondjam, hogyha valaki filmeket készít, egyébként a kerületi Budapest 14. kerületi kábel tévés tábjának a segítségével, ezt el kell mondanom, akkor előbb-utóbb, akik körülötte élnek vagy léteznek, valahogy ebbe a körbe ugye beletartoznak, előbb-utóbb megjelennek a filmben. Tehát a tévézés mellett, mert hogy én nekem az eredeti szakmám, azért ilyen filmek is születnek, és mindig van azért helyi vonatkozásai, tehát hogy így kapcsolódjon a helyi tévének a műsorához is. Tehát igazából Tibor az ihletőm, és azt el kell mondanom, hogy... Mi van a filmben? A filmben tulajdonképpen róla szól, tehát az ő különös hobbiáról, ami úgy kezdődött, hogy először gyűjti a hangokat, de ez nem olyan egyszerű. Egy bizonyos mennyiség után már rendszerezte őket, mert annyi volt. Utána egy olyan... gyűjtemény állt már a rendelkezésére, amelyről egyrészt egy kiadvány megjelent, másrészt a Magyar Közlekedési Múzeum kész volt a hangarchívumában megőrizni az utókor számára, tehát ezt ünnepélyes körülmények között vették. Mi ugyan itt vonatokról, meg vonatfüttyökről beszélünk, de hát azért a nézőknek mondjuk, hogy folyamatosan benyomások és élmények érnek itt bennünket, és önök is láthatják, hogy ott van például egy makethajó most a vizen. Ha jól látom, és ha jól sejtem, akkor a német parti őrségnek az egyik kis modellhajója. Elképesztő. Mikorra datálódik a
a vasúthoz a fűződő szenvedélyének kezdete? Hát ha mondjuk amíg az anya mégben nem is, de egy pár évvel később már igen, tudnék valahogy úgy jött ki mindig, hogy a gyerekkorom balatoni nyarait, azt mindig olyan villágban helyeken töltöttünk, ahol itt az orrom előtt ment el a vasút. Tehát jártak föl alá a gőzösök, a látvány, a monumentális látvány egy kisgyereknek, meg az a félelmetes hangjuk, azok mind elmentődtek, elraktározottak bennem. Tehát amikor megnyílt a lehetőség arra, hogy ez a hobbi nekem ugye lehetővé váljon ezt művelni, akkor én rászántam arra időt, pénzt, energiát, hogy elkezdjem a... Ez igazából, amikor én ezt elkezdtem, akkor kezdődött a nosztalgia üzem, tehát a 80-as évek volt elején. Apropó, volt azt javaslom, hogy átsétálok én a látványkonyhába, ezt a vízszín dolgot kérdezd már meg, hogyha bele nem gabajodok itt ebbe a mikrofonba. Ez a kábel egy ördöges dolog, Kriszta elmegy, elköszönöm, elmegy főzni, és akkor én még azt valóban megkérdezem, hogy a déli vasútnak a Balaton végleges vízszintjéhez, a part kialakuláshoz milyen köze van, akkor tulajdonképpen nem tudom, melyiküknek kell feltennem a kérdést. Kedves férjének! A vasút történtek, ez egy nagyon érdekes momentuma, hogy ugye megépítették a déli vasutat, és... Csak ugye az összegzését a történetnek. Ez alapult a vasút magassági szintjének a tervezése, ez egy néhány éves vízszintmérési átlag eredményeknek a figyelembevételére alapult. Később nagyon hamar, azt hiszem az 1862-ben, tehát a déli vasút üzemének második évének a telén már is jégtorlás és jégverés olyan mértékű károkat csinált a vasútban, hogy nemhogy az üzemet veszélyeztette, egyenesen a fenntartását, fennmaradását veszélyeztette. És a déli vasúthoz igazították a Balatont. És a végül is az lett, hogy a déli vasút miatt a Balaton vízszintjét 0,92 méter átlag szinten le kellett csapolni, ez egy országos projekt. Ezt is megtudtuk. Köszönöm szépen, és további sikeres fügyvadászatot, meg hát állagmegoldást a gőzmozdonyokkal kapcsolatban. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük szépen.